23-szoros válogatott labdarúgó, 6-szoros magyar bajnok és 2-szeres kupa győztes, a Ferencváros labdarúgója, Botka Endre a mai 1-1 vendége. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, köszönöm, hogy meghívtatok. Jelenleg sérüléssel bajlódsz, hogy vagy most? Hát nem tudom azt mondani, hogy jól, mert ha én sérült vagyok, akkor mindig nagyon rosszul vagyok. Sajnos nem csak én, hanem mindenki, aki körülöttem van, mert nagyon-nagyon kivetítem rájuk, főleg olyan esetekben, mikor nem tudom pontosan azt, hogy mi a probléma és mikor tudok visszatérni. Ez most nagyon úgy néz ki, hogy egy ilyen végkimenetelő dolog is lehet, de aztán lehet, hogy mondjuk holnap már meg tudjuk oldani az egészet, és happy end lesz a vége. Arra gondolsz, hogy türelmetlen vagy? Hát szerintem az nem biztos, hogy kifejezi azt, ami vagyok valójában. Én nem, tényleg nem bírok otthon ülni, nem bírom. Most ugye 2 hétig volt rajtam egy ilyen rögzítő, tehát az, mintha kínoztak volna. Ezt nehezen viselem. És milyen érzés az, hogy nem tudsz pályára lépni, és most lesz mondjuk majd a válogatott mérkőzések, és most a Ferencváros is a nemzetközi porondon is szerepel? Hát igen, ezért is nagyon-nagyon nehéz, mert nyilván ott szeretnék lenni. Én azért, hogy mondjam, bírom is a fájdalmat, tehát hogyha azt mondják nekem, hogy nem tudok nagyobb problémát okozni azzal, hogyha edzek, játszok, akkor nyilván általában csinálom. Ez most sajnos egy olyan mértékű fájdalom volt, ami én azt gondolom, hogy a játékrovására ment volna. Régebben, mikor még fiatalabb voltam, akkor több mint valószínű, hogy csináltam volna tovább. És nagyobb... Bevállaltad volna a sérüléssel és a játékot? Persze. Csak mindig nagyobb problémát okoztam ezzel, és most veszem észre, hogy nem szabadott volna. Most már ilyet nem csinálok. Nyilván ez a lábújtörés, ez egy olyan dolog, amivel nem is nagyon lehet mit csinálni, tehát ez tényleg itt csak feküdni, várni, pihenni. Mindentől kezdve ez meg majd kiderül, hogy ez a talpi dolog, ez hogy megy. Hogy néz ki ilyenkor az edzésmunkád? Mennyire tudsz a csapattal együtt lenni? Hát ugye nagyjából majdnem mindent együtt csinálunk, azon kívül, hogy ők a pályán edzenek, én olyankor bemegyek a kondiba, ugye a videózásokon, reggeliken, mindenen részt veszek, nyilván a kezelést is ott csinálom, tehát találkozok velük folyamatosan, látom azt, hogy mit csinálnak, milyen állapotban van a csapat. Edzésre nem nagyon tudok kimenni, mert én hamarabb kezdem, később végzek, így mondom, ebbe az egybe változott az életem most csak. És térjünk egy kicsit vissza arra az időszakra, amikor még csak kezdted a pályafutásodat. Mit éreztél akkor, amikor először levittek a szüleid egy labdarúgó akadémiára? Azonnal tudtad, hogy ott a helyed? Hát én nagyon-nagyon sok sportot kipróbáltam, egyik se fogott meg. Ugye az én nagypapám focista volt, ez által is, ő általa is jött a foci. Nyilván én egyből nagyon-nagyon beleszerettem, annak ellenére, hogy egyből csalódással kezdtem, mert ahol elkezdtem focizni, ott azt mondták, hogy ez már késő, és nagy remény ne fűzzünk ehhez az egészhez. Hát hála Istennek nem lett igazuk. És hát én azt hiszem, a kitartásod vitt tovább? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy valahogy pont? Hiába mondták nekem többször is azt, hogy ebben nem lesz semmi, meg ne fűzzek hozzá nagy reményeket, én mindig olyankor akartam is pontosan nekik megmutatni azt, hogy már pedig ez sikerülni fog. És később aztán a Honvédnál bontogattad a szárnyaidat, hogy emlékszel vissza azokra az évekre? Hát egy hullámvasút volt, azt kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon nehezen indult. Az akadémiai évek azok tényleg nagyon szépek voltak, nagyon sok élményem van arról az időszakról. Viszont amikor jött az NB1-es élet, akkor ott szembesültem azzal, hogy ez tényleg, ha egy-egy ember nem akarja azt, hogy ott legyek, akkor tényleg el is tudja ezt intézni, és úgy is tudja alakítani a dolgokat. De itt megint jött egy olyan dac és egy olyan kitartás, aminek köszönhetem azt, hogy most ott vagyok, ahol. Plusz az, hogy Kecskemétre el tudtam menni egy fél évet, ahol viszont pont az ellenkezője volt, ott olyan emberekkel találkoztam, akik végig segítettek, és utána már nyilván egyszerűbb volt visszatérni a Honvédhoz is. Ugye akkor jött vissza Rossi is,
Őnála nagyon-nagyon sokat tanultam, hála Istennek. Vele milyen volt ott a kapcsolatod? Én most így visszaemlékszek, szerintem nagyon jó volt, lehet, hogy ő nem így emlékszik, nem tudom. Miből gondolod, hogy ő máshogy emlékszik erre? Akkor is ugyanilyen voltam, tehát ha én nem játszottam, akkor nem vagyok egy túlságosan egyszerű ember. Tehát dacos tényleg, voltál akkor? Én mindig az vagyok, a mai napig, ha előre tudom, hogy nem fogok játszani, akkor is. Tehát, hogy akkor nem tudok megnyugodni valamiért. Én mindig ott akarok lenni, mindig játszani szeretnék. Van, hogy rosszul, hosszabb ideig rosszul, és én is belátom azt, hogy nem megy jól, de akkor is egyszerűen én nem bírom azt, hogy ha kispadon vagyok. És azt hogy viseled, amikor mondjuk rosszul játszol? Mert az alapján, amiket most meséltél, nagyon maximalistának tűnsz. Hát én még edzésen is nagyon-nagyon rosszul viselem, tehát az, hogyha rosszul edzek. De ezt leginkább a feleségem tudná megerősíteni, mert akkor ő már tudja, hogyha úgy megyek haza, hogy akkor valami nem jó. Főleg, hogyha meccsen látja, hogy nem az igazi, akkor tudja, hogy egy 2-3 napot ott az mínusz, tehát ott nem lehet rám számítani. Ezen biztos, hogy tud kijönni ezekből? 2-3 nap azért hosszú idő. Meggyőzöm magam, meg próbálom magamat építeni folyamatosan. Én szerintem az egy nagyon nagy erősségem, hogy amikor úgy mélyen vagyok, akkor is, hát nem mondom, hogy könnyedén, de tényleg egyik napra a másikra át tudok állni. Viszont sajnos van, hogy ez fordítva is igaz. Tehát, hogyha jó paszban vagyok, akkor is le tudom rombolni magam, mert túlságosan maximalista vagyok. 2017-ben aztán a Budapest Honvédtől a Ferencvároshoz igazoltál, és hát a kispesti drukkerek közül nem mindenki tolerálta ezt a lépést, volt mezégetés is. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Fájt? Nehéz, nem számítottam rá, hogy őszinte legyek. Tehát tudtam azt, hogy szerettek ott. Én nekem ez is azt mutatja, hogy szerettek, csalódottak voltak azért, mert eljöttem. Én azt gondolom, hogy ha tudnák azt a hátteret, azt, amik történtek, biztos, hogy nem úgy gondolkoztak volna, gondolkoznának, ahogy most. Én azt gondolom, sőt, az elmúlt időszak abban erősített meg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. Én már akkor teljes mell- és válszélességgel tudtam és bíztam benne, hogy akkor is, amikor abban az évben a Honvéd lett a bajnok? Így van, és még akkor is, amikor azért Fradihoz kerültem, nem úgy ment a játék, sérüléssel bajlódtam, tehát ott tényleg az elején minden összejött, de én akkor is tényleg bíztam abban, hogy ez jó lesz, és tudtam azt, hogy ezt miért csinálom. Annak ellenére, hogy ezt elmondtam, és tényleg már akkor én ezt jeleztem, hogy ez egy átgondolt döntés volt, és tudom, hogy miért csinálom. Most már szerintem ezt nem kell megmagyarázni, hogy miért jó döntés. Igen, hát utána a Ferencvárosban egy nagyon jó időszak következett. Hogy érzed magad a Fradiban? Hát nagyon-nagyon jó. Ezek a sikerek, én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy mindenkivel megszerettettem magam, mert nyilván az sose fog menni, de sokkal jobban a Fradi családnak a részének érzem magam. Tényleg ez egy nagyon-nagyon szép időszak volt, és reméljük, hogy még lesz is. Esetleg külföldi lehetőségek, vagy az felmerült-e benned, hogy mondjuk külföldre igazolj? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván felmerült, mert szerettem volna kipróbálni magam külföldön is, de nem minden áron. Tehát nekem itt van a családom, itt van mindenki a környezetemben, a kis megszokott életem. Az, hogy én ezt, vagy ebből kilépjek, főleg úgy, hogy tényleg egy nagyon-nagyon jó csapatban vagyok, akár most már nem mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is folyamatosan ott vagyunk, tehát nehéz sokkal jobb helyre menni. És a több top 5 bajnokság valamelyikéből hívnának? Hát most már nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy elmennék. Mik a terveid, céljaid a következő években? Lebeg-e a szemed előtt valami, amit mindenképp el szeretnél érni? Hát továbbra is minden évben bajnoknak lenni. Én azt gondolom, hogy ha azért egy 10-szeres bajnok lennék, azért az egy nagyon-nagyon szép
kerek szám lenne. De nyilván itt sok minden, mint például most is közbeszólhat. Hát különleges célom nincs. Én mindig győzni akarok, mindig is győzni akartam, tehát ezen nem fogok változtatni. Annál viszont maximalistább, hogy lehet az ember. És a válogatottal kapcsolatban? Hát a válogatottal elsősorban az EB-re mindenképp nagyon jó lenne egyből kijutni, ott lenni. Erről beszélgettetek már esetleg a csapattársakkal, Rosszival? Hogy? Hát, hogy... Kijutásom? Igen. Természetesen. Hát én azt gondolom, hogy most a válogatott egy nagyon-nagyon jó keret jött össze, egy nagyon-nagyon jó csapat állt össze. Nyilván szeretnénk megmutatni mindenkinek azt, hogy ez hosszú távon is fog menni tovább, és ehhez az lenne a legjobb bizonyítás, hogyha kijutnánk. És még egy utolsó kérdés most, ugye sajnos, hogy a sérüléseddel bajlódsz, jut-e időd a horgászatra esetleg? Mert tudom, hogy az azért kellemetlenül egy sok. Kellemetlenül sok idő jut rá, már tényleg inkább kisre rakok képeket, mert kellemetlenül érzem magam, hogy ahelyett, hogy focis képeket rakni ki, milyen horgászattal töltem az időmet, de nem tudok mit csinálni, mert vagy otthon ülök, vagy horgászok. Maga a mozgás szinte ugyanannyi, akkor inkább a tóparton vagyok. Amellett, hogy minden nap edzek. Hát akkor várunk mi hamarabb vissza a pályára, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Ennyi volt a mai egy-az-egy interjúnk, és hogyha tehetitek, akkor kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon és a Twitteren is ott vagyunk, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kommenteljétek a tartalmainkat. Sziasztok!